Hallottam a másik oldalt a könnyeit, Mm. a csöndes könnyeit, és amikor hazamentem, és egymásra néztük, és akkor ott volt a kérdés, hogy oké, akkor most mi lesz? Üdvözöllek az új anya születék legújabb beszélgetésében. A mai nappal Beát ismerheted meg, egy súlyos betegséggel szembesült a kislánya születésekor. Bea elmeséli, hogy hogyan küzdött meg ezzel a súlyos betegséggel, miközben a lehető legjobb anyukája maradt a kislányának. És azt is elmeséli, hogy ez a betegség hogyan változtatta meg a perspektíváját, az egész élethez való hozzáállását. Köszönöm szépen, Bea, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Egy pár mondatban légy szíves, mutatkozzál be. Én is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, izgalmas felkérés, és egyben egy tök jó lehetőség is, hiszen azt mondtad, hogy ma az anyaságról fogunk beszélgetni. Van egy nagyszerű, belevaló 11 éves lányom, aki bizony rettentesen sokszor mutat nekem tükröt. Feleség vagyok, mellette közgazdász vagyok eredetileg, mellette vezető és szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakember vagyok. Mi is volt az a nagy kihívás, egy tényleg az egész életedet felforgató és teljesen megváltoztató kihívás, amivel akkor szembesültél? Én nagyon vártam, hogy anya lehessek. Egy multinál dolgoztam menedzseri pozícióban, és azt gondolom, hogy már úgy éreztem, hogy tökre itt az ideje valami újnak, valami másnak, és annak, hogy megérkezzen az életünkbe az a harmadik fél. Amikor Nórival, lányommal teres voltam, akkor előjött pár nyirokcsomó konglomerátum a nyakamon, és abban az időben azt mondták, hogy semmi gond, ez teljesen oké, és a terhességgel sok minden megtörténik, amiért én nagyon hálás is voltam akkor. És majd, amikor ez nem múlt, és változatlan velem volt, és itt már nőtt egy ilyen nagyon cuki kis göb, vagy egy ilyen nagyon, egy ilyen, mindegy, egy pukli, akkor és Nóri közben megszületett, és visszamentem egy újabb dokihoz, valaki máshoz, aki szintén megnézte, és mondták, hogy semmi gond, hát, hogy ez itt van, majd elmúlik, menjek haza nyugodtan. Úgy voltam, hogy figyeltem rá, de közben megnyugtató volt tudni, hogy jó, oké, akkor ez csak ennek a különleges helyzetnek tudható, hiszen a terhesség során az immunrendszer egy picit legyengül, sokkal inkább kitett annak, hogy különböző betegségeket, különböző kihívásokat nehezebben küzdjön le. Teljesen elhitted ezt az orvosoknak, tehát megnyugodtál, vagy te úgy érezted, hogy azért, mert sokszor ugye az az ösztönös, nem tudom én, a hatodik érzékünk azért azt mondja, hogy hát azért lehet, hogy nincs valami rendben. Mivel nagyon vártam, hogy Nóri megérkezzen, ezt így valahogy az anyaság így felülírta. Tehát, hogy én nagyon boldog voltam attól, hogy élvezhetem annak a minden örömét, és egyben minden kihívását, hogy most egy pocaklakó növekszik a hasamban, hogy ezt így megélhetem, hogy napról napra valami újat látok, fedezek fel, ahogy ő maga növekszik. És valahol én azt gondolom, hogy ha nem véletlenül mentem el orvoshoz, hiszen nem találtam természetesnek azt, hogy a terhesség során egy ilyesmi előjön, de valahol úgy voltam, hogy nem is szerettem volna tovább vinni ezt a témát akkor és ott. Miközben még az első alkalommal 7 hónapos terhessel mentem dokihoz, a második alkalommal Nóri volt 1 hónapos, már pici babaként. Ezek azok a helyzetek, amikor ez mindent felülír, hogy egyébként ő egészséges, hogy én most megélhetem az életemnek azt a szakaszát, amikor ez a gyerkőc, aki bizalmat szavazott nekünk, most itt van, és rengbízza magát, és az én rajtam és Gergőn a páromon múlik. Most mondhatnám azt, hogy hú, de persze éreztem, de én azt gondolom, hogy nem is akartam én ezzel Igen. kapcsolatban rossz hírt hallani, és Persze. valahol hálás is vagyok, hogy akkor, abban az időszakban nem is kaptam meg ezt a rossz hírt. Több orvos is elmentem mellett, hiszen amikor 7 hónapos terhesen voltam bent dokinál, akkor konkrétan 4 orvos nézte meg, hogy ez mi lehet, és ültek össze, hogy vajon mi lehet ez, és küldtek utána haza. De pont ezért volt valahol megnyugtató, hiszen ha 4 szakember ezt mondja, akkor Igen. van így megnyugodsz, és most nem az az üzenet, hogy hú, elmentek mellette, az az üzenet itt, hogy talán ennek nem kellett akkor ott kiderülnie. Amúgy valamilyen tüneteid voltak, azon kívül, hogy ott volt az adózzanat? Ha voltak is, azokkal nem foglalkoztam, tehát hogy én ezeket betudtam annak, hogy ez az állapottal jár, Igen.
és ilyen szempontból eléggé stram vagyok, hogy nem szoktam ezekre ilyen nagy figyelmet fordítani, nem úgy voltam vele, hogy most ennek az időszaknak ez egy velejárója, és akkor hozzuk ki is belőle a legtöbbet. Rengeteg tejem volt. Viszont azt is tudom, hogy nagyon sokan nem ilyen szerencsések. Mi lenne, hogyha akkor ezt inkább elindulnék abba az irányba, hogy ami van pluszba, vagy hogy folyamatosan, ami pluszként termelődik, azt leadjam. Ugye ahhoz, hogy valaki anyatejét adhasson le, ahhoz kötelező egy tüdőszűrés, és akkor ez volt az, amikor 0,5 és fél hónapos volt, hogy a tüdőszűrése elment be, nagyon érdekes volt, egy órán belül hívtak telefonon a tüdőszűrőtől, hogy akkor anyuka most ne az anyatej leadáson gondolkodjon, hanem a bal tüdeje egyáltalán nem látszik a felvételeken, mert valami eltakarja, úgyhogy amilyen hamar csak tud induljon valamilyen CT irányába. Kaptam egy pár tippet, hogy ez milyen rák típus lehet, tüdő, csecsemőmirigy, vagy valami más. A telefonon ezt így információt Már igen, rádzódítottak. A Pannonia utcában mentem hazafelé, és azt éreztem, hogy itt vagyok életem egyik legboldogabb pillanatában, sétálok, és egyszer csak valaki felemel a magasból, és akkor meglóvál a kuka fölött, és akkor azt mondja, na, akkor most így gondold el, most igaziból pont ebben a helyzetben vagy, most vagy leesel, és akkor ennyi volt, vagy lesz valami más. És akkor tudom, hogy az nem volt kérdés, hogy lesz valami. És az egyértelműen pozitív és jövő lesz. De ez a sok helyzet, tehát ez maga ez az élmény azért akkor is egy nagyon erős élmény. És azt is tudom, hogy a másik nagyon erős élmény volt, hogy én ezt elmondtam a telefonba Gergőnek, és hallottam a másik oldalt. Hallottam a másik oldalt a könnyeit. A csöndes könnyeit, és amikor hazamentem, és egymásra néztük, és akkor ott volt a kérdés, hogy oké, akkor most mi lesz? És utána nagyon szerencsések voltunk, ismét mondhatom így, hiszen pici babával mindenki nagyon segítőkész, úgyhogy egy nap múlva már megcsináltattam egy magán-CT-t, az utáni napon pedig már az onkológiai központban volt találkozom a sebészeten egy specialistával. De fölött is igaziból egy ilyen elég szép méretű daganat keletkezett már így a hónapok alatt. Kiderült, hogy ez Hodgkin linfoma. Ez egy rossz indulatú nyirokdaganat. Egy dolog, ami egy üzenet, hogyha a konglomerátummal, hogyha ezek összeállnak, ezek a nyirokcsomók, akkor az senki nem mondja, hogy azzal nem kell foglalkozni, az úgy okés. Az soha nem okés. Hogyha valakinek valamilyen betegsége van, és emiatt bedagad a mandulája, bedagad a nyakán a nyirokcsoma, ez mind teljesen a helyén van. De amikor az van, hogy létrejön egy konglomerátum, és többen vannak, és szépen együtt összekapaszkodnak, azzal foglalkozni kell. A gyász folyamatnak, mert ezért ez egy gyász, vagy egy veszteség, mert nyilván itt az egészségedről van szó, meg ez a nagy bizonytalanság, annak a megélései. Tehát amikor egy felfokozott állapotban vagy, és tudod, hogy most a létatét, és ez úgy vérkomolyan, tehát az, hogy minden döntésed számít, és ott van egy 5 hónapos gyerek, aki számít rád, és nem kérdés, hogy ő felé, ő neki egy jövőt fogunk biztosítani, és nem kérdés, hogy bármi, amit most itt csinálunk, az egyben egy példamutatás is. Hálás vagyok anyósomnak, aki egyből felutazott, és azt mondta, egyből vonatra szállt, és eljött, és azt mondta, hogy oké, most velem marad Nóri, ti beültök a kocsiba, fölmentek a 3-as határhegyre, vagy valamelyik hegyre, megálltok az erdő szélén, és kiordítjátok magatokat. Milyen jó ám, mert amúgy ez a feldolgozásnak, annak a soknak, vagy veszteségnek, annak a része. Ez a sztori itt elkezdődött, amit elmeséltem, ez 6 évig tartott. Ebben a 6 évben nagyon sok dolog volt benne, kemoterápia sorozat, volt benne egy kimondták, hogy komplett metabolikus remisszió, ez az a varázs, amikor megünnepelheted, hogy de jó, eltűntek a kórosejtek a szervezetemből, ezt is megünnepeltük, amikor ezt megtudtam, volt a nagy sírás, hogy bakker, ez de rohadt nehéz volt.
És egész addig ezt így nem mondtam ki, és nem viszél, csak mentem és csináltam, és akkor ott éreztem azt, hogy azt a volt életben, ez nagyon-nagyon durva fél év volt, és akkor még csak fél év volt, majd eltelt fél év, és kiújult, és jön az újabb dolog, hogy, és most már ott már nem abba lépünk bele, hogy akkor ezt most én feldolgozom, nem dolgozom fel, hanem ott már az van, hogy ez az én életem része. Tehát minden nap, amit megélek, azt úgy kell megélni, és úgy érdemes megélni annak a tudatában, hogy jól gazdálkodjak azzal az idővel, ami adatik, és ami van. És Ilyenkor lelassul az idő, vagy felgyorsul? ez egy jó kérdés egyébként. Szerintem mind a kettő. Hogy belül megérkezik egy baromi nagy nyugalom. Egyik felem, amelyik lelassul, azt mondja, hogy oké, akkor mi is az, ami lényeges. És azt gondolom, hogy erre egy óriási lehetőség volt ez a 6 év. Hogy egyszerűen arra fókuszálni, mi az, amit beengedek, mi az, ami hat rám, mi az, ami nem hat rám, már innentől kezdve nem lényeges. És eddig bár lehet, hogy tök fontosnak tűnt, de nem olyan fontos. Ha az életet nézzük, ha azt nézzük, hogy egyébként hogy vagyunk itt, ha azt nézzük, hogy mondjuk a házasságom a gyereknevelés szempontjából, hogy min érdemes vitázni, és mi az, ahol érdemes megtalálni azt, hogy na, de figyelj, hát igaziból nézzük meg, hogy mi is az a mögöttes cél. Otthont építünk, vagy házat építünk. Csak egy, és ugyanez igaz az élet mindenféle helyzetére is, hogy belemegyek-e olyan fölösleges körökbe, amik innentől kezdve már tényleg fölöslegesnek mondhatók. A felgyorsul az meg inkább egy olyan része szerintem, hogy én karriert váltottam ebben az időszakban, mert egyrészt úgy éreztem, hogy valószínűleg... Miközben a kemoterápián mentél keresztül? Tehát abban a 6 évben váltottál karriert? Így van, így van, így van. A 6 év az elején volt egy kemó, utána ugye kimondták, hogy na, akkor tök jó, ennek vége, és akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor ennek kell, hogy legyen egy üzenete, és akkor elkezdtem tanulni egy új szakmát. Mindig érdekelt a pszichológia, mindig érdekelt, hogy hogyan is működünk mi, és míg előtte közgazdász voltam, meg vezetői pozícióm is volt, csapatokkal dolgoztam, és csapatokban. Azt gondoltam, hogy na majd, ha idős leszek, tapasztalt leszek, rutinos leszek, bölcs leszek, akkor én majd executive coach leszek, vezetőkkel fogok foglalkozni. Így rejtem, hogy oké, tök jó felkérdés itt azért nem stimmel, leszek-e idős? Most, hogy leszek-e bölcs, na, ez mindig kérdés marad. Meglépem azokat a dolgokat, amit előtte nem voltam elég bátor megtenni. Amikor ezeken a sokfajta hát kemény terápiákon keresztül mentél, arról meséltél már, hogy ez hogyan hatott rád, de arra kíváncsi lennék, hogy ez hogyan hatott rád akkor, mint anyukára. Sose volt kérdés, hogy ezen túl leszünk. Itt sosem volt kérdés, hogy azon gondolkodni kelljen, hogy mi lesz majd Nórival, ha. Mert hogy ez nem volt, tehát ez nem opció. Egyszerűen így azt éreztem, hogy ez nem lehet opció ebben a helyzetben, és ezt most nem azért mondom el, hogy nagy arcom van, vagy bármi egyéb, hanem azt éreztem itt belül, hogy ilyen opció nincs, tehát csak az van, hogy megyünk előre, és csináljuk a lehető legtöbbet, hogy a mindennapjaink izgalmasak legyenek, a mindennapjaink azok tele legyenek azokkal az élményekkel, ami ennek az időszaknak a sajátja, amiben az van benne, hogy gyönyörködünk abban, ahogy a gyerek 3-6 hónapos lesz, ahogy kacag, ami közben a kezünkben van, és a labdát egymás között rugdossuk, és máig is hallom azt a kacagást. A helyzetből a lehető legtöbbet, és azt a lehető legpozitívabban megélni, azt így is úgy is beletettem volna. És az, hogy szembesültem a betegségem, az mindig akkor történt. Nem dugtam a földbe a fejem, de mindig csak amikor átléptem a kék golyónak a sugárkezelés. Kapuját, vagy amikor átléptem a Szent Lászlónak a kapuját, vagy amikor felkészültem rá, most olvastam végig, hogy milyen levelet küldtem. Írtam így meg a családtagjaimnak a transzplant előtt, amiben részletesen leírtam, melyik nap mi fog történni, milyen állapotban leszek várhatóan, ki mikor, hogyan legyen a Nórival, hogyan legyen
Gergőt, akinek szintén a közben dolgoznia is kell, de közben ki kell festenie a lakást, hogy ez fertőtlenítve legyen, közben meg kell teremtenie azokat a körülményeket, amiben egy immunrendszer nélküli ember maszkban és kesztyűben hazatérhet. Közben az, hogy élje meg a gyerek azt, hogy anya itt most valószínűleg 37 napig nem lesz elérhető, csak egy üveg falon keresztül fogja látni egy kicsi szobában, ahol ott bent van össze egy ágy, és egy 8 méteres zsinóron keresztül egy képhez van kötve, és az a kanula egyébként innen a mellkasából áll ki, és oda csöpög mindenféle cucc fel, ugye ez babaként úgyse fogja föl, akkor már 3 éves voltak, már nem volt annyira baba, de azt már fölfogja, hogy nem ölelhetem meg anyát, hogy nem kapok tőle puszit, de közben ott van, és ő velem van, hogy minden este 8-kor beszélünk telefonon, és elmeséli azt a mesét, amit épp nekem kitalált. Én nagyon sok tudatosságot hallok, amiket így mondasz, tehát ez mennyire tudatosan mentél végig ezeken a különböző kezeléseken, a műtéteken, és hogy ezt tényleg hogyan kapcsoltad össze az akkori életeddel, azzal, hogy van egy kisgyereked, hogy anyuka vagy. Annyira megélted a jelent. Neked így alapból a természeted olyan, hogy te ennyire optimista és pozitív a hozzáállásod? Én nem mindig ezt mondtam magamra, hogy én naívan optimista vagyok, én vagyok az, aki reggel is mosolyog, meglátom a dolgok jó oldalát, nem mondom, hogy nem vagyok mélyen. Van bennem egy ilyen automatizmus, hogy amikor meg is érzem valahol, mindig jön a következő gondolat, hogy oké, és akkor hogyan tovább, hogy ez mire lehet ez jó, hogyan lesz az erőforrás, hogyan lehet ebből valamit kitalálni. Most csak egy példa a transzplantnál, és igaziból arra fókuszáltam, hogy most egy kisgyerekes anyukának mikor van ideje arra, hogy kiolvasson egymás után 3 könyvet, megnézze egy sorozatot, az összes évadot, és itt van a lehetőség, hogy használjam ezt az időt olyan dolgokra, amit biztos, hogy ezelőtt 10 évben nem használtam. Ez nem ez a mérgező, toxikus pozitivitás, amiről te beszélsz. Te szembesültél a betegséggel, és szembesültél azzal is, hogy te ettől, a betegségtől, hogy érzed magad. Azért voltak olyan napok, amikor, nem tudom, hogy letört, vagy szomorú voltál, vagy sírtál, vagy féltél. Én azt gondolom, hogy egyrészt, mint ahogy nálam is, sokat segített a tudatosság, hogy tudtam, hogy ezek így vannak. Amikor ez vagy már 3. napja viszketek, vagy szúr a mellkasom, az egy kétségbejtő helyzet, mert ott nincs benne az, hogy most pontosan tudjam, hogy most mi történik a szervezetemmel. Ott nincs más, mint az, hogy muszáj lépnem. Nem emlékszem arra, hogy olyan gondolat biztos, hogy volt, csak hogy magát egy ilyen tartott gondolat, hogy megengedtem volna magamnak, hogy azon az opcióként felmerüljön, hogy nélkülön megy tovább a világ. Azt tudtam, hogy azt én el fogom fogadni, hogyha ez így történik. Tehát azt tudtam, hogy akármi is lesz, az megoldás lesz, annak így kell lennie. Azt, hogy még én elképzeljem, hogy milyen lesz a világ nélkülem, azt így nem tudtam igazán elképzelni, és valószínűleg nem is akartam sose elképzelni. Főleg azért, mert szerintem sokkal nehezebb abba belegondolni is, hogy ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen nekem, én vagyok az, aki küzd, a mellettem levő Gergő például az, aki nézi, ahogy küzdök, és közben megpróbál mindenben segíteni, amiben tud, de biztos, hogy sokkal nagyobb a tehetetlenség érzet. Pszichológushoz jártál ez alatt az időszak alatt? Tehát kaptál bármifajta mentális Abszolút. Segítséget? Abszolút, és ez nagyon is, hogy lényeges. Igen. Ez egy tök izgalmas dolog, előtte nem jártam pszichológushoz. Egy Mindfulness Based Cancer Recovery csoportot a Szent Lászlóban. Csatlakoztam is hozzá, és egyébként valami jó volt, ahol így többen hasonló cipőben voltunk együtt, és igaziból különböző mozgásformákat tanultunk meg együtt, akkor gyógyító képzelet, szájmonton tréninget csináltam végig, például igen, amikor el is képzeled azt, hogy hogyan működnek az immunkatonáid, hogyan harcol, hogyan ölik meg az ölősejtek, a tehát vizualizáció. Vizualizációs technika abszolút ez egy nagyon hasznos dolog volt. Tök jó tudtuk egymást is támogatni abban, hogy mi az, ami nehéz, mi az, ami lehetőség, mi az, ami ilyenkor erőforrás lehet. Ez mindig egy óriási lehetőség hangosan kimondani azt, ami bennünk van, és megfogalmazni egy olyan
segítő közegben, egy olyan térben, ahová ez odafér, ahol a másik fél úgy hallgatja, hogy közben a kérdéseivel a perspektívádat challenge-eli, újat kínál, rákérdez valamire, amit nem mondasz ki, de egyértelműen látszik. Tehát, hogy szerintem ez egy szuper lehetőség reflexióra, önismeretre, és arra is, hogy ez, amit előtte csak gondolatként formálódik, azt kimondva én magam is viszont lássam, hogy oké, ez így kimondva már azért erősebb. Nekem egyébként abban segített nagyon sokat, hogy mivel egy erős megoldó fókuszom van, hogy el is engedjem azt, hogy kicsikét visszalépni és lelassulni. Pontosan. De nekem ebben a legjobb segítség. Ebben amúgy biztos, hogy nem vagy egyedül, mert nagyon-nagyon sokan működünk úgy a világban, hogy itt a probléma, oldjuk meg, de azért az is mennyire fontos, hogy egyrészt, amit mondta, hogy megtanuljuk elengedni, hogyha nem lehet megoldani, vagy hogy nem kell rögtön megoldani, mert amúgy sokszor az a megoldás, hogy várunk. Legyen ez egy betegség, legyen az a szülés utáni élményünk, vagy a szülési élményünk, bármi igazából, ami történik velünk, arra szinte soha nincsen csak egy válasz, egy ok. Milyen környezetben nőttünk fel, milyen támogatói körünk van, milyen a partnerünk, vannak-e nagyszülők, milyen anyagi körülmények között élünk, meg eleve, hogy milyen mondjuk a kisbabánk, mert mindegyik gyerek más, csak úgy, mint hogy minden szülő más. Fontos, amikor ugye, mondjuk, ha valaki elmegy terápiára, amikor te elmentél, vagy bármilyen másokból, hogy ez mennyire sokat segíthet abban, hogy tényleg egy más perspektívát lássunk, és úgymond nyitottak legyünk az összes válasz lehetőségre is, hogy elfogadjuk azt, hogy nem biztos, hogy van egy válasz, vagy hogy mindegyik válasz igaz is lehet egyszerre. Tapasztalatod a betegségeddel, az anyaságod időszakában, vagy korai időszakában hogyan változtatott meg? Igazából azt gondolom, hogy egy dolog van, amit lehetőségként hozott ez a betegség, amiért áldásnak élem meg. És ez maga az a fajta szabadságérzet, hogy élhetem a saját életemet. Mert amikor szembesülsz azzal, hogy igazából korlátossá válik az, amiben vagy, akkor megkérdőjeleződnek azok, hogy egyébként tényleg azokat a szerepeket töltöm ebbe, amiket én önazonosan betöltök. Nem a megfelelésben vagyok nagyon sok helyzetben, akár két ember között békítőként, vagy azért állok rendelkezésre, mert azt érzem, hogy így akkor engem majd jobban szeretnek, vagy bármi olyan kérdés, amit úgy érzek, hogy nekem kötelességem, akár anyaként, nekem kötelességem egyébként szuper tiszta, szuper csillogó környezetet teremteni a gyereknek, és mindennek tökéletesnek kell lennie, vagy megengedhetem azt a szabadságot, hogy fókuszálok arra, ami tényleg lényeges a kapcsolataim szempontjából, a kapcsolataink szempontjából, ami lényeges a gyerekemmel való kapcsolat szempontjából, az ő fejlődése szempontjából, valljuk be, lényegesebb az, hogy amikor ráfigyelek, akkor tényleg ráfigyeljek, vagy éppen amikor vele időt töltök, akkor vele legyek, és mondjuk ne azon izguljak közben, hogy egyébként tökéletesen rendben van-e a környezetem, vagy ami lényeges, hogy milyen a kapcsolatom a partneremmel, a társammal, aki egész eddig támogat és elfogad abban, hogy megéljem azt a folyamatot, ami egyébként egy óriási kihívás, és bízik bennem, megmutatja, hogy bízik bennem, hogy jó döntéseket fogok hozni, és ezt a bizalmat tudom viszonozni, hogy igen, tudom, hogy te is jó döntéseket fogsz hozni, ez egy szabadság szerintem, ennek a megélése. Én szerintem ezzel amúgy nagyon sok anyuka küzd, amivel te már annyira nem, hogy tényleg nem tud annyira jelen lenni mondjuk a kisgyerekével, amikor játszanak, vagy sétálnak, és tényleg, hogy annyi más minden tényleg cikázik, a gondolatok cikáznak a fejében, hogy mi lesz vacsorára, hogy néz ki a szoba, mosnom kell, takarítanom kell, barátnőm a többi anyuka a játszótéren bezzeg, nekik ilyen patyolattiszta a házuk, vagy az ő férjük mit csinál, vagy hogy néznek ki. Félünk attól, hogy más mit gondol rólunk, hogy amit te is mondtál, hogy vajon kötelességtudatból csinálunk millió dolgot az életünkben, hogy olyan kapcsolatokban vagyunk, legyen ez családi kapcsolatok, vagy barátság, ahol nem érezzük teljesen azt, hogy önmagunk lehetünk,
Sokszor tényleg a lehető legfélelmetesebb szituációk tudják a lehető legjobb irányba megváltoztatni az életünket. Mi lenne az a három dolog, amit egy új édesanyának tanácsolnál? Hát egy biztos, hogy csak te lehetsz a legjobb anyukája a gyermekednek. Éld meg. Ez egy nagyon egyszerű lehetőség. Ezek a napok nem jönnek vissza. És ott ott benne lenni, akármennyire is kőkemény, akár hajnali 4-kor, ha éppen visít a gyerek, és nem érzed azt, hogy ez most mennyire nagy élmény, és már aludnál, akkor is tud, hogy ezek nagyon különleges pillanatok. Ne vidd egyedül a terheket. Ott vannak a kisbarátok szülei, a nagyszülők nincsenek közel, nálunk is vidéken voltak, és óriási élmény volt az, hogy a kisbarátok szüleivel össze tudunk dolgozni, hogy tudunk egy kicsit vigyázni egymás gyerekeire, megvan az a pillanat, amikor egy kicsit ki tudsz ebből lépni, hogy örömmel visszalépj. Köszönöm szépen, Bea, tényleg ezt a nagyon őszinte, meg mélyreható beszélgetést, és hogy tényleg ennyire megosztottad a saját betegségeddel való szembenézésedet, megküzdésedet, és tényleg azt, hogy ebből te aztán hogyan is jöttél ki, hogyan is gyógyultál meg, és hogyan is éled a mai nap mindennapjaidat tudatossággal, és azzal, hogy tényleg minden egyes pillanatot megélj, legyen az bármilyen is. Hát én nagyon köszönöm a lehetőséget, örülök a beszélgetésnek, és ez a családom nélkül így nem jöhetett volna létre, tehát ez tény. És való, hogy hálás vagyok nagyon. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra, és nyugodtan ír nekem, hogyha te is meg szeretnéd osztani az anyaságod történetét, szépségeivel, kihívásaival, küzdelmeivel, hogy senki ne érezze magát egyedül. Találkozunk a következő beszélgetésben.